hogy kettőnk között van-e esetleg kérdés, azt most föl lehet tenni. Tessék. Tessék, ki jelentkezett? Bocsássa, Árpád másodiknak, jó? Tessék, ott hát, ott középen. Tisztelt jelenlevők, mindenkit köszönöm szépen a meghívást, Lemon Szabó László, Erdélyi vagyok. Két olyan témával szeretnék hozzászólni, hogy egy javaslatot és kérés fogalmazok meg. Gátó előadásában elhangzott többször is, illetve látható volt a magyar kisebbség kifejezés. Én azt ajánlom, hogy azt kérném, hogy lehet, akkor kerüljék legalább nemzetpolitikai összefüggésben, kerüljék ezt a kifejezést, mert az önmeghatározásunknak kell alapul venni, és nem azt, hogy a mellettünk élő, számára többségben levő románokhoz, szlovákokhoz, szerbekhez viszonyítva mi mit képviselünk és mennyien vagyunk, hanem azt, hogy egy 15 milliós egységes magyar nemzetnek a szerves részét képezzük, amelynek nem kisebbségei vagyunk, hanem közösségei. Tehát én azt ajánlom, ha lehet, akkor erdélyi magyar nemzeti közösségről beszélünk, és ne románok magyar kisebbségről. Nem érzünk semmivel sem kisebbségről. Nagyon semmilyen értelemben. A második javaslatom pedig az lenne, a Betlen Gábor alapján más támogatási alapok irányába is érdemes lenne komolyan venni azt az igényt, azt a kérést és javaslatot, hogy a támogatáspolitika kialakítása, a pályázati kinyílások szakmai részleteinek a kidolgozása és nem utolsó sorban a döntés előkészítésbe vonják be a határon kívüli átfogó szervezetek szakmai javaslatait, szakembereit és egyfajta előkurátori vagy alkurátori rendszerben próbálják ezt összefoglalni, érvényesíteni, mert a nemzeti és a szakmai szubszidiaritás jegyében valószínűleg, hogy mi, akik például Erdélyben élünk, közelebbre ismerjük az ottani társadalmi szervezetek működését és érvényességét. Köszönjük szépen! Szépen a szeretném, hogy mind a ketten egyetértünk, akarsz-e Zoli ehhez hozzáfűzni? Igen, adom. Igen, csak egészen rövid terminológiai dolgok. Természetesen a stratégiával végig külhomi magyar közösségek szerepel, és nem kisebbség. Én szoktam meg, hogy kisebbségről beszélek, és még mindig így szoktam használni. Illetve hát a külhomi vált most az elfogadott terminussal, úgy vettük észre, hogy a külhoniak jobban, határon túliak jobban szeretik a külhonit, nem bonyolódni terminológiai vitákkal vele, hanem kialakul, hogy mi marad a terminus. Csak annyi megjegyzés, tehát én nem szeretem egyébként a közösség kifejezést, azért, mert a nemzetközi porondon a kutya se érti azt, amit mi jogosnak tartunk. De mindenhol a stratégiában és az összes, vagy legtöbb kormánydokumentumban már magyar közösségeként szerepelnek a határon túli kisebbségek. Köszönjük szépen az értelmezést, és a Martényi Árpádot kérjük a Rákóczi Szabadságot. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Kiegészítést szeretnék tenni az elhangzottakhoz, amelyik szintén mutatja, hogy a civil szervezeteknek a súlya és a szerepe hogyan növekszik most a kormánypolitikában is, és remélem, hogy a társadalomban is. Korábban egy olyan érdekegyeztető tanács működött, aminek az volt a neve, hogy OÉT, ebben a kormány mellett a munkáltatók és a munkavállalók voltak benne. Ez tavaly évvégével megszűnt, és létrejött egy új nemzeti, társadalmi és gazdasági tanács nevű szervezet, amelyiknek már 5 oldala van. A kormány nincs benne, hisz ez a testület a kormány számára ad tanácsokat, ajánlásokat, esetleg kritikát. És az 5 oldal között, elmondom ki az 5 oldal, tehát vannak a munkavállalók és a munkáltatók változatlanul, ezen kívül bekerült a tudomány, bekerült az egyházak oldala, és bekerült a civil oldal is. Rendszeresen ülésezünk, tavalyi évben a
nemzeti egészségstratégiát beszéltük meg, megbeszéltük a munkahelyteremtésnek a lényeges dolgait. Holnap például éppen a vidék stratégiáról fogunk beszélni. Ami azt jelenti, hogy a kormány elmondja, amit írásban is megkaptunk, a saját terveit, és az öt oldal hozzá tudja fűzni a véleményét, kritizálni, jobbítani ezeket a programokat. Tehát tulajdonképpen itt is bekapcsolódtunk már olyan nemzetstratégiákban, amitről itt szó volt. Amit még szeretnék elmondani, és azért nem jelentkeztem, amíg itt volt az helyettes államtitkár úr, mert nem annyira a kérdés, ami megválaszolásra vár, de el szeretném mondani, hogy a Rákóczi Szövetség ugye 22 éve dolgozik a határon túli magyarság érdekében, az összmagyarság erősítése és megteremtése érdekében. Mi is azt tapasztaljuk, és nekünk vannak 10-15 éve folytatott programjaink, az egyik például a beiratási program, amelynek az a célja, hogy különösen az asszimilációval nagyon erősen érintett szórvány területeken erősítsük azt, hogy magyar családok magyar iskolába irassák a gyermekeiket, mert az identitás választás ott eldől, hogy a gyerek milyen nyelven szerzi meg a tudását. Ez egy rendkívül kemény munka. A helyiek, főleg a helyi pedagógusok, de helyi magyar szervezetek nélkül nem lehet ezt csinálni. Rendkívül költségigényes. Nem csak a felmérés, az odautazás, hanem az, hogy ösztöndíjba részesíteni azokat a magyar családokat, akik rendszerint többletköltséget vállalnak avval, mert többe kerülnek a magyar nyelvű iskolai könyvek és egyéb más segédeszközök, mint a szlovák, vagy román, vagy ukrán, vagy akármilyen más nyelvű. Rendszerint távolabbra kell utazniuk a gyerekeknek, ha helyben az ő lakóterületükön már nincsen magyar iskola, de rendkívül fontos. Na most mi áldozunk erre elég sok pénzt. Tudjuk, hogy helyben is vannak erre források. Most a kormány újra a státusztörvény, 10 évvel ezelőtt létrejött státusztörvény alapján egész komoly pénzt ad erre, de ezeket a pénzeket is össze kell ahhoz hangolnunk, hogy tudjunk ebbe eredményesebben előrelépni, és ez egy igen fontos kérdés. Köszönöm. Köszönjük szépen Martényi Árpád Alajzsonyi Rákóczi Szövetség részéről a hozzászólását. Annyit vagy tegyek hozzá, hogy rajta kívül még 4 civil képviseli az NGTT-ben a civileket. Titkos választással lettek tavaly az NCA-ban megválasztva. Véleményem szerint több szakmában nagyon jó képességű emberek kerültek oda. Biztatunk benneteket, hogy a civilekért ott is messze menőkig álljatok, és nyilván majd az új nemzeti együttműködési alappal a szoros kapcsolatnak meg kell lenni. Azt szeretném kérni, mert nagyon nagy munka van még hátra, hogy még látok egy kezet, akkor várjuk a kérdést, és akkor utána a terem átrendezésre kerül. És nyilvánvaló, hogy akkor már vissza sem veszem a szót, mert a választ azért megadjuk, hogy köszönjük a Bethlen Gábor alapnak, köszönjük a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztériumnak a lehetőséget, és legfőképpen barátaim, önöknek, nektek köszönöm, hogy ilyen távolságunkból is idejöttetek, és még arra is hajlandóak vagytok, hogy majd korgó gyomorral folytassuk délután tényleg a munkát. Akkor az utolsó szó jogán tessék parancsoljon. Elnök úr, tisztelt tanácskozás, nem az utolsó szó jogán, hanem csak két apró kérdésem van. Jancsó Gábor vagyok, a Zöld Kereszt Egyesület képviseletében, és egyébként igazságügyi szakértő. A két kérdés, az egyik kérdés, hogy államtitkárból már szólt volna a kérdés,
de akkor nem került sorba, hogy mi van a kezdő alapítványokkal, egyesületekkel. Tehát a nulla forintból kezdő civil egyesületekkel, mert itt arról volt szó, hogy akinek van komoly feladata, az bizonyítsa, hogy ahhoz a komoly feladathoz rendelt eszközrendszerrel rendelkezik. Hát ugye, aki most indul, a semmivel nem rendelkezik. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, ami szintén egy generális kérdés, hogy a kamarák nagyon sok, nem tudom, hogy a kollégák mennyire ismerik ezeket a körülményeket, kamarák nagyon színes világot képviselnek. Általában ugye vannak állam által alapított kamarák, és vannak olyan kamarák, amelyek saját erejükből tartják fenn magukat, nem az állam alapította őket, és ez egy nagyon széles, nem egy nagyon széles, a szakmai réteget, majdnem minden szakmában vannak kamarák, nagyon széles réteget képviselnek, ezeknek az együttműködése, akár a határon túli értelmezést választjuk, akár a külhoniak értelmezést választjuk, teljesen mindegy. Minden esetre a jelenlegi határokon kívül élő magyar közösségekkel rendkívül kamatoztatható lenne. Ebben a pillanatban nincsen figyelme véve, hogy figyeltem az előadást itt a civil tevékenységek körében, javasolnám ennek a figyelembe vételét. Ugye én magam, mint igazságügyi szakértők, a maga egyik elnökségi tagja, látom azt, hogy ilyen jellegű tevékenységre volna lehetőség. Köszönöm a figyelmet! És nagyon köszönjük. Ha jól értelmezem a civil törvényt, akkor gyakorlatilag a pályázati rendszerbe csak akkor kapcsolhat be egy új szervezet. A két éves működése megvan. Ezeket, amiket itt kivetítettünk, ugye a 6 pontot majd teljesíteni fogja. Tehát annélkül nem. Van egy előtársaság, ez a bizonyos civil társaság, amiről szólt a helyettes államtitkár, az lehet egy, mint egy előlépése annak, hogy megerősödjön a szervezet, és két év múlva tudja teljesíteni azokat az előírásokat, amit maga a civil törvény tartalmaz. Kamarák ügyben nem vagyok teljesen jártas, de nem tudom, hogy a kamara az egyesülete, vagy pedig csak egy önkormányzati szervezet minden jogi személyiségnek ilyen értelemben, ahogy erről szólt, meg fogjuk nézni, ígérem, és erre választ fogunk adni, de amennyiben egyesület a kamara vagy szövetség, akkor nyilvánvaló civil alapon is megjelenhet a pályázók körében, mert a jogi minősítés az, amelyik megadja majd ennek a lehetőségét, de még egyszer mondom, nem tisztelőttem, meg fogok nézni. Köszönjük szépen a kérdéseket, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm a részvételt, jó utat kívánok hazafele, jól öltözönek, fölsállakra, gyakran tenni, hideg van ki. Köszönöm szépen!